Világszerte megerősítették az amerikai nagykövetségek védelmét, miután iszlamista tüntetők megölték az Egyesült Államok líbiai nagykövetét. A felfegyverzett demonstrálók tegnap este megrohamozták a Bengáziban lévő amerikai konzulátust, és meghátrálásra kényszerítették a képviseletet védő biztonságiakat. Ugyancsak iszlamisták Kairóban is ostrom alá vették az amerikai nagykövetséget, az iszlám hívek haragját az váltotta ki, hogy egy Mohamed profétát kifigurázó, az Egyesült Államokban készült film került fel az internetre. A film szatíra készítője egy amerikai-izraeli vállalkozó, az erőszak elszabadulása miatt bujkálni kezdett. Allah nagy, rajta kívül nincs Isten, és Mohamed az ő prófétája. Ezt a feliratot írták üzenetként a felháborodott iszlamisták az amerikai konzulátus bejáratára Bengáziban, a Muammar Gaddafi elleni tavalyi felkelés egyik központjában. Ez a graffiti azonban a kisebbik gond. Az igazi katasztrófa az volt, hogy a tüntetők rakétával támadták az amerikai nagykövet gépkocsiját, amikor a diplomatát éppen biztonságosabb helyre akarták szállítani keddeste, az egyre erőszakosabbá váló demonstráció elől. A nagykövet és a külképviselet másik három alkalmazottja életét vesztette a támadásban. A konzulátus irodáiban pedig az őrjöngő tömeg, majd később a fosztogatók óriási pusztítást végeztek. Ne dühítsék fel az arab népet, mert akkor gyilkolni fognak és harcolni. Azért alakult ki ez a helyzet, mert az amerikaiak rosszat mondtak a prófétánkról, mentegetőzött egy bengázi lakos. Pedig Christopher Stevens, a meggyilkolt amerikai nagykövet, nagy tervekkel érkezett idén júniusban Líbiába. Azt mondta, a két ország együtt építi majd a szabad, demokratikus és virágzó Líbiát. Elszabadultak az indulatok Kairóban is, ahol a demonstrálók megrohamozták az amerikai nagykövetséget. Ezeken a felvételeken a tömeg darabokra tépi szét az amerikai zászlót, amelynek helyére később az Al-Qaida nemzetközi terrorhálózat lobogóját tették. Ez a film váltotta ki a líbiai és egyiptomi emberek haragját. A Muzulmánok ártatlansága című kétórás független mozit egy amerikai-izraeli építési vállalkozó készítette amatőr színészekkel. Szembe Szájl, a vállalkozó, azt vallja, hogy az iszlám rákos daganat, és elmondása szerint provokatív politikai alkotást akart forgatni. A Mohamed prófétát kipellengérező filmet egyébként már tavaly bemutatták egy hollywoodi moziban, ami kongott az ürességtől. A szeptember 11-i terrortámadások évfordulójára azonban egy ismeretlen lefordította arabra az angol nyelvű film több részletét, és feltette az internetre, ez váltotta ki a szenvedélyes indulatokat. Barack Obama amerikai elnök élesen elítélte, ahogy fogalmazott, a halálos áldozatokat követelő értelmetlen erőszakot, de mások vallásos érzelmeinek megsértését is. Mustafa Abu Shagur líbiai miniszterelnök helyettes pedig gyáva tettnek nevezte a diplomaták meggyilkolását. Hillary Clinton amerikai külügyminiszter szerint félő, hogy az erőszakos tüntetések más országokra is átterjednek.